Engem azért érdekel ez a szellemek létezése, vagy elűzése, vagy elengedése, mert szerintem ez egy tökre érdekes dolog, hogy ki szerint létezik, vagy nem létezik, és... Igazából, mert mostanában készülnek ilyen szellemes filmek, de nem úgy, hogy ilyen írtások, hogy írtják ki meg, hogy miket csinálnak. Ghost. Ez engem tökre érdekel, hogy csinálják így, nem a filmben, hanem egy amerikai filmben, hanem mondjuk itt Magyarországon, hogy csinálják ezt. Engem nagyon érdekel, hogy léteznek-e szellemek, vagy nem. Megnézzük, hogy mit tudná nekem erre mondani egy jósnő. Ugyebár van a testünk. A testünkben van egy olyan jellegű energia, ami a születésünk pillanatában, amikor fölsírunk, akkor érkezik meg hozzánk. Ez ugye a lélek. A lélek marad itt, a lélek tud alakot ölteni, a lélek tud azt az embert tudja előhozni, aki ő volt valójában. Általában a halottaknak nulla naptól, első naptól 40 napig áll rendelkezésre. Általában addig lehet áttávozni. Ez megnyílhat ez a fény 5 nap múlva, 39 nap múlva. Viszont ha ez a fény bezáródik, és a halottnak a lelke nem megy el, azt nevezzük ittrekedésnek. Ha nincs elengedve és ittreked a földön, akkor ugyebár energiából táplálkoznak. Az olyan, hogy rám száll valaki, és akkor ha ő egy alkoholista volt, akkor egy idő után rámerőlteti azt, hogy ő kívánja az alkoholt, és a családom nem tudja, hogy miért kezdek el inni. Vagy ha dohányos volt, akkor én nem dohányzom, utána elkezdek dohányozni. És igen, van olyan is, aki öngyilkos jellegű szándékkal távozott, az képes arra is, igen. Húztam a sorszámot a postán, és valakitől elnézést kértem, mert neki mentem, de nem volt ott senki, és én szó szerint láttam, hogy valaki ott állt, és az nem ide való emberke volt, mert mindenki csak nézett, hogy kitől kérek elnézést, igen. Ó, ez te durva. Hát, nem tudom elmondani, hát félek most, ahogy kinéznek, meg jó, nyilván nem fognak bejönni éjszaka a szobámba, meg ilyesmi, csak nem tudom, ijesztőek. A szellemektől nem kell félni, mert itt általában az ittrekedt embereket, az ittrekedt lelkeket hívják szellemnek. A szellemtől magától nem kellene félni, mert az csak egy energia. És hogyha így ma te láttad azt a szellemet ott, amikor a húztása a számot, akkor azok, hogyha őket nem látják az emberek, akkor miért öltöznek be úgy, mint az emberek, vagy hogy ennek... Mert ő abban a mi voltjában van, mint amikor eltávozott. Ja, és akkor ő így abban a tudatban él. Ő még él és létezik és közlekedik közöttünk, igen. De közben így valahol... Valahol ő már nincs, csak az energiája. Ő neki azt tűnik föl, hogy hiába beszél hozzád, nem látod, és átmész rajta, és nem reagálsz arra, amit ő éppen kérni vagy akarni akar. The problem with you is you still think you're real. It's all up here now. You want to move something, you gotta move it with your mind. És mondjuk te, mit tudom én, éppen itt kávézol, és meglátod őt, akkor így te így mit csinálsz, vagy nem? Most már nem ijedek meg tőlük, a lányával véve elkezdek vele beszélgetni. Megkérdezem, hogy miért jött, miért néz, mit szeretne. És ilyen már történt? Történt. A házadban? Történt. Úgy létezik, azt elmeséled.
lent laktam a földszinten akkor, és ott valamilyen szinten megnyílt egy energiakapu, vagy nem tudom, de ott a fürdőszoba és a konyha között este hét után nem nagyon volt érdemes kimozdulni, mert ott állandóan jöttek-mentek. És ettől akkor én is féltem, mert ez még ugye azelőtt az időszak előtt volt, mielőtt anyukámat elveszítettem, hogy jobban foglalkoztam volna ezzel. Who is that? You can hear me? Can you hear me? Sam Wheat. Say my name. Say it. Leave me alone. Who happened? Say it. Hú, ez nagyon jó volt, de tényleg így nagyon sokat mesélt, meg látszott, hogy így ezt így komolyan veszi, és tök izgalmas volt amúgy. A jóslás része is így tök jó, nem azt mondom, hogy hát kicsit elhiszem, de nem azt mondom, hogy áttértem, meg ilyesmi, csak hogy szerintem tök izgalmas volt a jóslás része is. Azt szeretném kérdezni, hogy nekem most két barátom van. Igen. És mindkettő lány, de nem úgy. Igen. Hát... Hanem amúgy, igen. Igen. És azt szeretném kérdezni, hogy melyikkel lesz jobb kapcsolatom. Itt változékonyság mutatkozik, azt kell, hogy mondjam, itt a hölgyemény, ahogy majd halad a kor, és ahogy cseperedik, azt kell, hogy mondjam, elég raplis lesz. Az mit jelent? Az, amikor hiszt is. A másik leányzó, azt kell, hogy mondjam, hogy ő egy kicsit szelidebb és gyengédebb lelkülettel rendelkezik, viszont önállal meg majd vigyázni kell, mert valószínű, hogy gyengédebb szálakat fog fűzni hozzád, vagy más értelemben érzések lesznek az irányodba. Ebből adódóan néha megjelenik a hamisság nála. Amikor próbál egy picikét betenni, bekeverni, hogyha neked lesz társkapcsolatod, párkapcsolatod, önállal megjelenik egy picit a kiállhatatlanság. Az mit jelent, hogy... Hát az, hogy féltékeny. Ja, rám. Rád, mert egy picit más érzések táplálják majd őt. Ja. De a barátságotok megmarad. Értem. Hosszú távon. Ja. Úgyhogy mind a két hölgy veszélyes. Az egyik azért, mert raplis, a másik meg azért, mert beléd fog szeretni. De jó lesz, hogy értem. Csajok csak úgy rökködnek majd rá. Szellemet érzékelek. Ez nem igazán látás, hanem ez egy bizonyosság, amikor így a belső szemeimmel látom. Ilyenkor azt csinálom, hogy összeteszem a kezem, behunyom a szemem, és akkor látom őket, és megnyitok nekik egy ajtót a fény felé. Itt volt három lélek, tehát itt ebben a szobában vagy teremben, de ezek a házhoz tartozó lelkek. Ez egy nő, egy idősebb nő és két férfi. Az egyiknek hiányzott a fél lába, ráadásul, tehát hogy valami baja volt a bal lábával, és ők is el tudtak menni. Ezt lehet, hogy látják, vannak olyan dolgokat, amiket csak ők látnak, viszont minden paranormális esetnek van egy ilyen normális megmagyarázása. Valójában film elején akkor féltem tőlük, de most már hogy egy kicsit így többet tudok róluk, hogy nem tudom, ez engem egy kicsit így megnyugtat, hogy nem kell annyira félni tőlük, meg ugye hát én nem annyira hiszek bennük, de hogyha léteznek, akkor nem kell annyira félni tőlük. Mi ez? Én is hallom, Nóri. De és nem a film kedvéért, most esküszöm. De én is hallom.